ünkösdi rendezvény volt az óvodában, bölcsödefejlesztés a vátszalókon, bűnügyi felügyelet alá került a kamionos. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 16-án 18 óra 5 perckor. Pünkösdölőt tartottak a Takács Péter úti óvodában. Posztósné Kovács Éva tagóvoda vezető elmondta, az óvoda mindhárom csoportja bemutatkozott itt, de a szülők jelenléte nélkül kellett megtartani az ünnepséget. Minden évben megtartják a pünkösdölőt, melyet gyermeknappal kötnek egybe. A csoportok külön-külön készültek, és itt látták egymás műsorait, melyben volt pünkösdi király és királynő választás, de három pillangó meséje és a virágtánc is nagy sikert aratott. Nálunk hagyomány, hogy pünkösdölőt tartunk, és gyermeknapot így tavasszal, és izgultunk valóban, hogy a pünkösdölőt meg tudjuk-e tartani kint a szabadban, hiszen a szabályzóink azt írják elő, hogy kint a szabad levegőn lehetünk így együtt. A gyermekeink tudják, hogy a pünkösdölőre minden tavasszal számíthatnak, a nagy csoportosok már szinte várják is, hogy mikor lehet pünkösdi királyné, vagy pünkösdi király, bárkiből is. Ezért az előző hetekben már naponta játszottuk ezt a játékot, hogy mindenki sorra kerülhessen, mindenki átélhesse ezt az élményt, és a mai napra is elég izgatottan készültek a gyerekek. Itt mutatták meg először a többi csoportosoknak a saját pünkösdőjüket, hiszen mondjuk meg őszintén minden pünkösdől egy piciben más, ahhoz a csoporthoz igazodó. A pünkösdölő mellé társultak a másik két csoportbeli gyermekek is gyönyörű tavaszi műsorral, a három pillangóval és azzal a fantasztikus virágtánccal, és így volt kerek az egész. Az ősszel iskolába menő gyermekek már nagyon figyelnek társaikra, segítik a kisebbeket. Ősszel 27 gyermek kezdi meg az iskolát ebből az óvodából. Már most teljes mértékben látszik, hogy melyek azok a gyerekek, kik azok a gyerekek, akik ősszel már elmennek tőlünk és iskolát kezdenek. Olyan jellemű gyerekekről beszélünk, olyan jellemek jönnek ilyenkor már elő, hogy gondoskodóak, odafigyelőbbek a társaikkal, felelősséget éreznek irántuk is. És igen, ez látszott is az egész délelőttől. Nehéz lesz az elválás, a búcsú az óvodapedagógusoknak és a gyermekeknek is, hiszen 3 évet töltöttek itt együtt. Ezek a gyerekek 3 éves koruk óta itt vannak, van, aki már korábban is. 3-4 évet együtt töltöttünk reggeltől délutánig, és hozzánk nőnek. És az elválás az mindig nehéz. Most is így lesz ez. Így szabadtéren megtartják majd a ballagási ünnepséget is, ahol a nagycsoportos gyermekek határozott kiállással lépnek majd itt fel, de a nyári programokon is sok élményhez juttatják majd a Takács Péter úti óvodásokat az óvodapedagógusok és a dajkák. Ott már a nagycsoportos gyerekeink, mint ahogy most is látszott, határozott kiállással élnek majd az ünnepség alatt. Határozott egyéniségüket mutatják meg, az a nagyságot már, amivel őket elengedjük. És igen, ez az, ami bennünket ilyenkor egy kicsit könnyebbé tesz, hogy már most nem tudunk nekik többet adni, el kell, hogy engedjük őket. Balogh Gyula polgármesterrel a Bátszalókon a napokban útjára indult bölcsődei beruházásról, valamint annak aktualitásairól beszélgettünk. Üdvözlöm Balogh Gyulát, a Bátszalók polgármesterét. Milyen beruházás veszi kezdetét hamarosan itt a településen? A területfejlesztési operatív program keretében nyert a település 230 millió forintot bölcsőde építésére.
1968 óta működik a Vátszalókon bölcsöde, tehát elég régóta, de ez egy olyan épületben van, amely a korábbi években, az 50-es években lakóház volt, magánház, és utána az államosítás során került állami kézbe, és utána működött ebben az épületben bölcsöde. Gyakorlatilag az az épület közel 100 éves, és ezen a területen egyben van a szociális főzőkonyhánkkal, illetve a bentlakásos idősek otthonával. Jól működik teljes mértékben az intézmény, de szerettünk volna, hogy egy olyan helyre kerüljön az új bölcsöde, amely már tényleg a gyerekeinknek megfelelő színvonalat fogja tudni biztosítani. És volt az önkormányzatnak az egyik óvodája mellett egy üres terület, ahol egy régi óvoda működött, ez az épület elbontásra került, és ennek az épületnek a helyére építjük meg az új bölcsödét. Hány fős lesz ez a bölcsöde, hány csoport fog benne elférni, és mikorra várható az elkészülte? Jelenleg is két csoporttal működik a bölcsöde, 23 fő az engedélyezett létszám. Itt is két csoport és egy kisebb csoport lesz még, tehát még két és fél csoport gyakorlatilag, olyan 30-32 fővel fog működni az új bölcsöde. Várhatóan a napokban elkezdjük a beruházást, gyakorlatilag a geodéták kimérték a területet, tehát néhány nap múlva a konkrét kivitelezés is meg fog kezdődni. Számításaink szerint jövő év tavasza, nyár elejére azt gondolom, jó esetben, hogy az épület elkészülhet, rosszabb esetben a tanév kezdetére, tehát 2022. szeptemberére biztosan beköltözhetnek a gyerekek. Valószínűleg az épület kész lesz, csak még a szükséges engedélyek beszerzése az még esetleg nyújthat a folyamaton. A szülők visszajelzései alapján nyilván itt a helyi lakosokra gondolok, az igények mit akarnak, tehát ezáltal többen vállaltak munkát, hogy lesz ugye, aki talán pluszba és bölcsödébe helyezi a gyermekét, vagy mi itt a megoszlás, és nyilván mik a visszajelzések erről az új épület együttesről majd, ami elkészül? A visszajelzések alapján egyébként jó választásnak tartják, hogy a közvetlenül az óvoda mellett lesz ez az intézmény, hiszen hogyha megkezdi a gyermek az intézményi nevelését, a szülők is megszokják, hogy hová kell hozni a kisgyermeket, tehát ilyen 2 éves kort, másfél-két éves kortól már elkezd ebbe az intézménybe járni, és utána gyakorlatilag egy épülettel kell majd arrébb menni az óvodába 3 éves korától. Tehát az elhelyezkedés az abszolút pozitív. Nyilván a felszereltsége, a modernitása az épületnek az megint magába fogja hordozni azt, hogy igen magas színvonalon fogjuk tudni nevelni a gyermekeket. Szükség van rá, nagyon bízom benne, hogy a különböző szolgáltatások növekedésével, munkahelyek, kisebb munkahelyeknek az alakulásával, tehát Abátszalók ahogyan fejlődik, nyilván a turizmus az hordoz magában gazdasági fejlődést, ez a szolgáltatásokban megmutatkozik. Persze nehéz az, hogy ez elsősorban szezonális, de bízunk abban, hogy ez majd kinyújtható lesz tavaszi és őszi időszakra, és egyre több munkavállaló szeretne munkát vállalni, és így a gyermekét biztonságba tudva a nevelési körülményeket bölcsödébe adni. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig a szociális körülmények esetén. Hogyha valaki olyan rászoruló, vagy a szociális körülményei azt feltételezik, hogy jó lenne, hogyha a gyermek intézményi keretek között kerülne nevelésbe, akkor erre is adódni fog a lehetőség. Halálos tömegszerencsétlenség volt a 4-es főúton. A nyomozási bíró elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyelet elrendelését. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. A szolnoki járási ügyészség indítványt tette egy román állampolgárságú férfi letartóztatására. Halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a 25 éves román férfi 2021. június 4-én a kora délutáni órákban Szolnok külterületén a 4-es számú főközlekedési úton haladt, Debrecen irányába közlekedett az általa vezetett vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Vele utazott az utas fülkében élettársa is.
A férfi az útviszonyoknak nem megfelelő eltúlzott, mintegy 90 km/h sebességgel próbált az egyik vasúti felüljáróról lehajtani, és külső forgalmi ok nélkül csak az eltúlzott sebessége miatt átért a szemközti forgalmi sávba. Ekkor fékezett, de már nem tudta elkerülni azt, hogy összeütközön a vele szemben féktávolságon belül érkező szabályosan haladó kisbusszal, amiben 14-en utaztak, a sofőr és másik 13 férfi. Az ütközés erejétől a kisbusz jobb oldalára dőlt, megpördült, nekicsúszott a szalagkorlátnak, ezt követően egy 540 fokos fordulatot téve a jobb oldalára dőlve az úttesten került nyugalmi helyzetbe, amíg a busz pörgött, addig két utasa kizuhant a járműből. Az ütközés erejétől a kamion is megpördült, nekicsúszott a szalagkorlátnak, azt átszakította, és egy teljes fordulatot megtéve az útmenti árokban került nyugalmi helyzetbe. Az ütközés következtében a kisbuszt vezető férfi és a kisbuszból kizuhant két utasa a helyszínen életét vesztette, további 6 utasa súlyos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 5 utasa könnyű 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a kamionos és az ő utasa 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A járási ügyészség azért indítványozta a román állampolgárságú, nemzetközi áruszállítással foglalkozó férfi letartóztatását, mert fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén a magyar hatóságok elől elrejtőzne. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírója azonban elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyelet elrendelését. Az ügyészség fellebbezett a végzés ellen, a legszigorúbb kényszerintézkedés a letartóztatás elrendelése véget. Az ügyészi fellebezés folytán a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság fog véglegesen dönteni a kényszerintézkedésről. A végzés nem végleges. Az ügyészség fellebbezett a letartóztatás, mint legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése érdekében. Az ügyészi fellebezés folytán a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság dönt véglegesen a kényszerintézkedésről. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!